Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Messze van Magyarország gazdasági növekedése az előre eltervezettől. Mindjárt ezzel a témával folytatjuk, íme a teljes kínálat. Hová tart a gazdaság? Elmaradt a növekedés a várttól. Több zöld felület kell, rosszabb a hőérzet a városi környezetben. Korai az alma is, már közel a betakarítás a gyümölcsösökben. Hiába épültek több ezer milliárd forintból ipari kapacitások az elmúlt években, a külső és belső kereslet gyengesége miatt alig éreznek ebből valamit a gazdasági szereplők. És ez az, ami visszaköszön a második negyedéves, vártnál gyengébb GDP adatokban is. Abban ugyanis minden szakértő egyetért, hogy az 1,3%-os növekedésnél lényegesen nagyobb tempóra is képes a magyar gazdaság. Hogy milyen tényezők állnak a háttérben, és hogy várható-e fejlődés az év második felében, arról Gerhes Miklós közgazdászt kérdezem. Jó estét kívánok! Köszöntöm. Nos, egyáltalán mennyi a lemaradás, vagy mennyi a hiány, amit nem vártunk, és mik vannak a háttérben? Hát, hogyha a gazdaságot jellemezni kell, hogy milyen állapotban van, akkor azt gondolom, hogy az első lépés megnézni azt, hogy az állami költségvetés hogy áll. Ha az állami költségvetés jól teljesít, akkor nincs nagy baj a gazdaságban. Hát nálunk most sajnos a költségvetés nagyon rosszul teljesít. 2500 milliárd forint hiány van, amit az első fél évben ért el. Ez a hiány célnak a majdnem a 100%-a, 95% fölött van. Na most ez azt jelenti, hogy a második fél évben nehéz jósolni, de vannak szakértők, akik azt mondják, hogy ez a 2500 milliárd, ez fölmehet 3500 milliárdig is, vagy még a felé is. Mit jelent ez, hogyha ez bekövetkezik? Hát ez azt jelenti, hogy ugye az állam most többet költött, mint amennyit beszedett. Ez azt jelenti, ennek milyen következményei lesznek? Az a következménye, hogy az állam több csatornán megpróbálja ezt kiegyenlíteni. Az egyik legvalószínűbb megoldás sajnos az lesz, hogy adókat vetnek ki. Ezt Gulyás Gergely nyíltan elmondta, mikor megkérdezték, hogy ezeket hogyan lehet megoldani. Annyit mondott Gulyás Gergely, hogy külön adókkal. Na most a külön adókat, ha kivetik, akár a multikra, akár a molra, ezt mi fizetjük meg. Tehát ezt nem kell szépíteni, a multik majd az árakban érvényesítik, hát ezt Magyarország fogja megfizetni. Emellett ugye a kiadások azok nagyon megnőttek, és a kiadások, ami az állami költségvetésbe mentek, például az akkumulátorgyárakba, ami elég nagy tiltakodást váltott ki, hát azok bizony már egyrészt a beruházásnál nem hozták a várt eredményeket. Mert ugye akkor, ha egy állam támogatja a beruházásokat, abban bízik, hogy majd a beruházásnál majd a magyar vállalkozók, jelen esetben, ha Magyarországról beszélünk, a magyar vállalkozók, építészek, ablakgyártók részt vesznek a beruházásban. Hát igen, ám, csak a kínaiak még a téglát is hozták magukkal, tehát abból a magyar gazdasági növekedés, a beruházás nem profitált. És amikor az akkumulátorgyárat átadták, akkor tulajdonképpen, ha volt, aki 700 milliárd forintot kapott. Szerintem a kínaiak ekkor azt mondták, hogy köszönik, már jól vannak, megtörtént magyar pénzen. És egyáltalán várható ebből valamilyen bevétel, hogyha elkezd működni? Ugye arról már lehet olvasni, hogy jelentősen lecsökkent a kereslet az akkumulátorok erről van iránt. Szó, erről van szó. Hogyha a gyárak működnek, akkor adózni fognak. Viszont a megtermelt nyereséget nem biztos, hogy Magyarországra hozzák. Tehát adóban nem biztos, hogy a magyar állam ebből nagyot fog profitálni. Vagy a dolgozók bére az növelheti majd a keresletet a fogyasztásban.
Na de hát, ha Tájföldről meg Indiából hoznak be munkásokat, akkor ezek az emberek nem itt fognak fogyasztani, hanem a pénzük döntő részét hazaküldik. Tehát itt a legminimálisabbat fogják elkölteni. Tehát itt a gazdasági növekedés két szálát vizsgáltuk most, a beruházásokat, amik nem voltak szerencsések, úgy tűnik, és a fogyasztást, ami megint. Most ott állunk, Magyarország ott áll, hogy fogyasztásban utolsók vagyunk az Európai Unióban, már a bolgárok is megelőztek. Tehát ott az infláció miatt csökkentek így a van, reálbérek. Így van. Mm-hmm. Így van. És azt, hogy az infláció az hogyan áll, hát most azt mondják, hogy 3,5-4% körül a cél, de véleményem szerint évvégén fel fog menni 5,5-re, tehát a tavalyival meg fog egyezni. Ezzel nincs nagy baj, tehát ezt megpróbálják egyesek úgy kommunikálni, hogy levertük az inflációt 25%-ról 5%-ra. Valóban csökkent. Az infláció üteme csökkent. De a 25% mínuszra épül ez a mostani 5%. Tehát a gazdaság a még gödörből nem indult, hanem még tovább ment, lentebb megy. Tehát itt mindenképpen ebből a gödörből úgy lehet kimászni, hogy nagyon minimálisra az inflációt, mert infláció biztos, hogy van, de ehhez megfelelő gazdasági növekedésnek kell párosulni. Nem beszéltünk még a németországi helyzetről, ami azért kihat a magyar gazdaság teljesítésére. És hogy ha már a akkumulátorgyárnál tartottunk, ugye kínaiak is észrevették, hogy azért gondok vannak Európában, és tegnap előtt bejelentették, hogy a Németországban tervezett akkumulátorgyárakat nem építik fel. Tehát érzik, hogy nagy gond van egyrészt az elektromos autópiacán, másrészt pedig a német gazdaságban is van visszaesés. De a német gazdaságban a visszaesés az könnyebben korrigálható, mint a gyengében, most nem Magyarországot mondom, mint a gyengében fejlett országokban, Bulgáriában, Romániában sokkal inkább tudják korrigálni. Az igazi korrekció akkor következhet be, ha az amerikai piac jobban beindul, mert ezt évek óta mondjuk, harsogjuk, hogy Magyarország a magyar-német-amerikai tengelyen van. Tehát ha a német gazdaság akkor indul be, ha az amerikai, a magyar gazdaság pedig akkor, amikor a német gazdaság. De hát ugye itt vannak a német autógyárak is. És ezek a német autógyárak, hogyha visszaesnek, a magyar állam egy jelentős adóbevételtől fog elesni. Mire számíthatunk Amerikában? Lesz még egy választás is a közeljövőben. Hát az amerikai választást azt azért nem látom olyan egyszerűen, mert most a Kamala Harris hölgy nagyon előre tört. Nem vagyok benne biztos, hogy Trump fog nyerni, bár őt tartom esélyesnek, de ez a hölgy, meg a demokraták most nagyon beindultak. És egy jó hajrával azt hiszem, hogy nagyon megszoríthatják, és biztos, hogy szavazat újra számolás lesz, mert nagyon szoros lesz az eredmény, de már a közvéleménykutatások ezt mutatják. Az, hogy Trump, ha nyer, ugye itt a háború, mindig felvetődik a háború és a béke kérdése. A magyar kormány is arról beszél, hogy majd novemberben béke költségvetést fog csinálni. Egyébként megjegyzem, egy év alatt a magyar kormány 90 költségvetést csinált. 90-szer kellett módosítani a magyar költségvetést. Béke költségvetés a háború egyesek szerint, magyar kormány szerint többek között, ha Trump nyer, akkor béke lesz. Egy héttel ezelőtt Trump bejelentette, hogy ha bekerül az elnöki székbe, akkor 5 év alatt Ukrajnának 500 milliárd dollárt fog adni
hogy megnyerje a háborút. Hát ez nem annyira béke politikája, de én azt gondolom, hogy itt inkább arról van szó, hogy ő felveszi a kapcsolatot az oroszokkal is, akiket nagyon nem szeret, legalább ugyanúgy nem szeret, mint a kínaiakat. Tehát a magyar kormányfőnek azért volt veszélyes ez az útja, hogy elmenni Amerikába, meg elmenni Kínába, meg Putyinhoz. Ez a három vonal nem ér össze, de azt lehet mondani, hogy szóval Trumpnak szerintem az a elképzelése, és ezt már vannak szakértők, akik megerősítették, hogy Moszkvában elmondja, ha nem fejezitek be a háborút, akkor Ukrajnának annyi pénzt adok, hogy örökké fog tartani a háború. Az ukránoknak elmondja, hogy ha nem kötnek békét, akkor nem fog támogatást adni. Most per pillanat én ezt látom, de hangsúlyozom, ez nem biztos, hogy így van, de itt olyan nincs, hogy most én holnap elnök leszek, és akkor majd béke lesz. Tehát nem működik. Nem működik, és azért Trumpra nem lehet építeni. Azt tudni kell, hogy Amerikában, ha egy demokrata elnök kerül hatalomra, akkor vagy a szenátusban, vagy a kongresszusban a republikánusoknak van többsége, és fordítva. Tehát azért nem az elnök dönti el, hogy mi lesz. És Amerikában azért a háttérhatalmak, ezek elsősorban a pénzügyi hatalmak, azért eldöntik majd, hogy hogy lesz. Ilyen nagy hatalmak szorításában vagy ölelésében, bárhogy fogalmazunk, milyen mozgástere van egy ekkora országnak, mint Magyarország? Azon kívül, hogy adókat lehet emelni, mi az, amit meg tudnánk tenni? Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a költségvetés óriási hiánnyal küzd. A költségvetést mindenképpen helyre kell tenni, és be kell fejezni ezt a Brüsszellel, meg az Unióval való csörtéket. Magyarországnak bele kell menni nagyon sok engedménybe, azért, hogy az uniós pénzek több ezer, tízezer milliárdnyi pénzek megjöjjenek. És ha ezek megjönnek, akkor a magyar gazdaság már elindulhat. De ha nem, ezeket a hiányokat a nemrég felvett kínai hitelből, 1 milliárd euró kínai hitelből, aminek nem is tudjuk, hogy milyen kamatokkal bír, az országgyűlési képviselők nagy része sem tudja. Félek attól, hogy elég magas kamatokkal. Tehát a kínaiak nem adnak hitelt akármilyen kamatra. És az unió, pedig ha a pénzek átjönnek az unióból, valami teljesen jön, ingyen van a miénk. A mostani hiánynak hány százalékát tenné ki az a hiányzó uniós támogatás, amit várhatunk? Hát ezt még nem számoltam ki, de úgy hirtelen a mostani hiánynak legalább a 70%-át megoldaná. És hogyha azok a pénzek bejönnek, különböző témákra jönnek, akkor az beindíthatja a gazdaságot is. Mert itt a energiakorszerűsítésre és különböző dolgokra adják a pénzt, és akkor azokat a szektorokat be tudják indítani. Egyébként a magyar mezőgazdaság kapja a pénzeket. Tehát nincs arról szó, hogy most az Unió azt mondja, hogy nincs pénz, a mezőgazdaság mindent megkapott. Na most a magyar gazdaságban a mezőgazdaság a tavalyi őszön, amikor nőtt a gazdaság, amikor gazdasági növekedés jelentősen megemelkedett, a mezőgazdaság egy jó évet zárt. Hát most nem ott állunk, hogy jó évet zárjon. Ugye a kukorica termesztés, az országos átlag a hektáronkénti 10 tonna helyett most 3 tonnát satszolnak, mivel leszáradt a termés. És itt van a másik, mindig kérdezte tőlem, amikor itt vagyok, hogy mivel léphet a gazdaság előrébb. Fel kell készülni a klímaváltozásra. Jelentősen kell növelni az öntözési területeket, mert
lehet, hogy 20 év múlva már nem lehet kukoricát termeszteni. Anélkül, hogy ne öntözzünk, vagy meg kell találni azokat a növényeket, amelyek szárazságtűrőek. Megfontoltam. Átalakításra van szükség, nagyon de ahhoz nagyra. Is rengeteg így pénz van. Kell. Gerhes Miklós, köszönöm szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk, elmondta, hogy hogy látja köszönöm a magyar gazdaság helyzetét. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Akár 10 Celsius fok különbség is lehet a hőérzetben egy-egy városi környezetben, attól függően, hogy fák, folyók, tavak vagy csupán betonfalak vesznek körbe bennünket. Mivel a tartós hőhullámok a jövőben is velünk maradnak a Kárpát-medencében, a klímakutatók szerint egyre fontosabb lesz a várostervezés szempontjából, hogy minél több zöld felületet integráljanak a köztereken. Hőkamerás felvételek Kánikulában. Ezeket a Debreceni Egyetem természetföldrajzi és geoinformatikai tanszékének munkatársai készítették a közelmúltban. A képeken jól látható, hogy az aszfaltozott és a parkosított környezetben a különböző borítású felszínek között 10 vagy akár 20 Celsius fokos különbség is lehet. Igazán fontosabb a városklimatológiában, illetve amit itt mi is próbáltunk hangsúlyozni, hogy nagyon nem mindegy, hogy mondjuk természetes állapotok uralkodnak egy adott helyen, vagy pedig mesterséges, épített környezet van. Na most annyit fontos jól elkülöníteni a városklimatológiában, ahogy ezt a metodika is leírja, illetve a maga módszertan, ahogy ezt körbeírja, hogy a városon belül nagyon nem mindegy, hogy milyen környezet van, pároloktató, illetve nem pároloktató. Na most a pároloktató értelemszerűen az a növénnyel borított felületeket jelenti, és a nem pároloktató felszín megint csak lehet mesterséges, illetve természetes anyagokkal. Na most a természetes anyagok között ott van a kő, a különböző kőzetek felhasználása, illetve a mesterségesnél pedig a beton, a bitumen, aszfalt és így tovább. Na most látható, hogy a természetes, illetve mesterséges építő anyagok között is azért lehetnek jelentős különbségek, és itt főként a szín fogja meghatározni az adott felszínnek a hőmérsékletét azonos klimatikus körülmények között. Mondjuk egy tűzű napsütésen akár 70-80 fokra is felmelegedhet az aszfalt, a bitumen, míg egy világosabb színű, mondjuk mészkő, esetleg márvány nem feltétlenül fog ilyen hőmérsékletre felmelegedni. Ez az egyik része. A másik, hogyha már felmelegedett a felszín, akkor annak az illető anyagnak, ami felfogta ezt a beérkező sugárzás mennyiséget, annak milyen a hőkapacitása. Milyen mértékben tudja elraktározni a hőt, illetve későbbiekben, amikor megszűnik az energiabevétel, akkor milyen mértékben képes visszaadni. A szakember hangsúlyozta, a belvárosi környezetek tervezése szempontjából nem csak a zöld felületek mennyisége elsődleges, hanem az úgynevezett ventilációs folyosók kialakítása is elengedhetetlen. A város klimatológiának van egy speciális esete, az úgynevezett városi hősziget. Most a városi hősziget azt jelenti, hogy a város központja mérettől, természetesen mérettől, illetve a város textúrájától, város alakjától függően azt fogja jelenteni, hogy a város központban relatíve magas épületek a térburkolatoknak következtében a város központban melegebb hőmérsékleteket lehet majd érzékelni, mint akár a városon kívüli, mondjuk rurális, vagy mondjuk természeti környezetben. Alapvetően ez lesz a városban élők komfortjára, ez fog a legnagyobb hatással lenni. Na most hozzátartozik a városklímához az is, illetve a városi hőszigethez az is, hogy különböző klimatikus körülmények ugyancsak szükségesek, hogy fennálljanak, mint például a szélsebesség. A szélsebesség alacsony kell legyen, vagy közel nullához kell közelítsen ahhoz, hogy ez a hősziget kialakuljon, hogy a nappal begyűjtött energiamennyiséget vissza tudják sugározni, ugyanis akkor fog ez kialakulni, hogyha nincsen szél, vagy nagyon gyenge szél uralkodik.
Ellenkező esetben, hogyha nagyobb szél, mérsékelt szél előfordul, akkor gyakorlatilag ezt a felhalmozódott hőtöbletet el fogja fújni. Ezért is fontos az, hogy a város úgy legyen megtervezve, illetve olyan ventilációs folyosók álljanak rendelkezésre, ahol úgymond ki tud szellőzni, ez a felgyülemlett hőtöblet tudjon távozni mondjuk a belvárosból, illetve a belváros körüli környezetből. Az előrejelzések alapján a klímaváltozás miatt hazánkban egyre gyakoribbak lesznek az aszályos időszakok, valamint tartós és intenzív hőhullámokra lehet majd számítani. A globális felmelegedés nem minden országot érint egyenlő mértékben, Magyarország azonban azok közé tartozik, ahol tudatosan kell gondoskodnunk arról, hogy a városaink élhetőek maradjanak. Alapvetően az egyik megoldási javaslat, vagy megoldási lehetőség az a zöld felületeknek a kialakítása, a farkosítás, illetve akár az utcák mellett ültetett fák, valamint nem utolsó sorban a zöld falak, illetve zöld tetőknek a kialakítása. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy a sugárzás honnan, illetve hová érkezik legnagyobb mértékben, így akkor a fal, illetve vízszintes felületek lesznek a legnagyobb mértékben azok a felületek, amik felfogják a sugárzást, így értelemszerűen ezek, hogyha hűvösebbek lesznek, akkor kevesebb sugárzás fog úgymond elraktározódni a falakban. Ennek a mechanizmusára most alapvetően nem térek ki, viszont azt mindenképpen fontos, hogy minél több zöld felület legyen, illetve párologtató felszín legyen kialakítva. Hát párologtató felszínként alapvetően egy szökőkutati felet képzelni, viszont az alapvetően nem egy nagy felületű párologtató felszín lesz, így a zöld falak, illetve zöld tetők, illetve parkok füves területek jelentik ebben a megoldást. És az, hogy milyen növénykultúrák alapvetően, abban kell gondolkodni az ilyen rendszereknek a kialakításán, hogy lehetőség szerint passzívan fenntartható legyen. Ezzel alatt azt értem, hogy az esővíz gyűjtés úgy legyen megoldva, hogy ezek gyakorlatilag önfenntartóan locsolhatók legyenek ezek a zöld felületek, a vízellátásuk ezeknek a felületeknek meglegyen. Természetesen aktív rásegítés is szükséges lehet egyes esetekben, viszont az aktív rendszereknek a hátránya az, hogyha azok megállnak, hogy bármilyen meghibásodás történik, akkor alapvetően ez a rendszer mondjuk úgy, hogy átmenetileg összeomlik, és mondjuk egy hosszabb üzemzavar esetén a teljes kultúrának a kiszáradását is eredményezhetik. Az állatvilágban is láttuk, hogy vannak úgynevezett invazív fajok, hogy most már télen sem feltétlenül halnak ki a hosszantartó fagy hatására, mivel hogy nincsen. Így a növényeknél is ez a fajta délről északra irányuló migráció, ez egyre gyakrabban, hogy mondjam, látható, illetve tapasztalható. Mindenképpen arra kell törekedni az ilyen város tervezés, illetve a város képének a kialakításakor, hogy lehetőség szerint a helyi adottságoknak megfelelő klimatikus viszonyokat tűrő növényzet legyen telepítve. Nem feltétlenül probléma az, hogyha nem őshonos növénykultúra van telepítve, mindenképpen az a fontos, hogy az illető klimatikus körülményeket elviselje. Most valószínűsíthetően el fog jönni az a pillanat, amikor már az őshonos fajok nem fogják feltétlenül annyira jól érezni magukat. Természetesen az adaptációnak a témaköreit megnyitódik ebben az összefüggésben. Ez azt jelenti, hogy alkalmazkodhatnak ezek az őshonos növényi kultúrák is. Természetesen ilyenkor ezeknek az alkalmazása, használata javallott. Amennyiben ezek nem érzik jól magukat, illetve hosszú távon nem tudnak megélni, akkor majd jöhetnek azok a növénykultúrák, amelyek az adott klimatikus körülmények között jól érzik magukat, illetve megélnek, és az ott élőknek a komfortját tudja növelni.
Együttesülést tartott kedden a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kertészeti és beszállítóipari osztály, az élelmiszerfeldolgozási osztály, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az Apagyon megrendezett eseményen a szakemberek a szabolcsi alma betakarítás előtti állapotáról, piaci lehetőségeiről, a világpiaci tendenciákról, valamint a kertészeti ágazat pályázati lehetőségeiről tanácskoztak. Az alma a legtöbbet termelt gyümölcs világszerte. Az elmúlt bő 50 évben megötszöröződött az alma mennyiség. Az Európai Unió termelése azonban becslések szerint közel 500 ezer tonnával csökkent a megváltozott klíma miatt. Más a helyzet Kínában, ahol bár ugyanúgy csökken a termőterület, mint az EU-ban, a terméshozamot tudják növelni. A magyaroknak azonban emiatt nem kell aggódniuk. Magyarország alma termelése egy jó évben eléri a 500-550 ezer tonnát, és a Magyarországon a mérkezési célú a 100-120 ezer tonna. Nagyjából ennyi, amit előállítunk, és ennyi, amit ugye a magyar emberek megesznek. Egyfőre jutó almafogyasztás így 10-12 kiló, szóval ha nincs export, nincs import, akkor minden magyarnak jut elegendő mennyiségű alma a magyar termésből. Még akkor is, ha az idei alma termés valamivel kevesebb lesz, mint a 2023-as. A megyében egy kicsit az átlagostól kevesebb fog teremni, és pont abban a megyében terem kevesebb, ahol a legnagyobb felület van, úgyhogy azt gondolom, hogy egy 50-100 ezer tonnával kevesebb lesz a betakarított mennyiség, mint a tavalyi évben. Ez egy ilyen 350 ezer-400 ezer tonnát várunk, a tavalyi évben ez 450-470 ezer. Körülbelül kétharmada a termőterületnek is Szabolcs-Szatmár-Berek megyében van, 20.600 hektár alma van Magyarországon, és ebből 15.200 hektár itt Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. Körülbelül 6.000 hektár az, ami egy szuperintenzív vagy intenzív területnek mondhatnánk, a többi hagyományos, vagy pedig már amikor telepítették is a feldolgozó üzem ipari almaként telepítette el, úgyhogy körülbelül 9000 hektár az, amiről léalmát termelünk. A belföldi igényeket meghaladja az étkezési alma mennyisége, és ezzel némelyik években problémák is vannak. Mi akkor kerülünk jó pozícióba, ha Lengyelországban másfél vagy 2 millió tonna kiesik a termelésből, mert egyébként ők itt szeretnék a felszabadult mennyiséget értékesíteni, és ez nagy piaci zavart okoz úgy, hogy nálunk megterem minden évben, sőt még azt mondhatnánk, hogy több is, mint az egy szükséglet. Most egy 120-150 ezer tonna körülbelül az, amire az országnak szüksége van, és hál' Istennek 200-at is meghaladja az étkezési minőség itt Magyarországon. A világpiacnak közel egyharmadát a lengyel alma teszi ki, idén azonban akár 30%, vagyis 1,5 millió tonna termés is hiányozhat. Amikor csúcs termés van, ott 5 millió tonna almát termelnek, most a 3-3,5-ről beszélgetnek, és ez jelzi is hatással van a mi piaci lehetőségünkre. Minden évben szoktunk a betakarítás előtt egy ilyen fórumot, megbeszélést, egyeztetést nevezzük bárminek a feldolgozó üzemekkel, illetve a termelők, és ilyen pozitív még soha nem volt, hogy azért azt hallani, hogy 60 forint fölött lesz a léalma felvásárlási ára, ami a tavalyi évben 38 forinttal indult el. Én azt gondolom, hogy bizakodók lehetünk most, akiknek jó sikerült az almája. De nem mindenki mondhatja el ezt a terméséről. Elég változó az idei almatermés. Sajnos a megyében elég sok területen kevés az alma, hiszen a fagy is, illetve az alternancia miatt is elég sok helyen kevés az almának a mennyisége. Vannak térségek, ahol viszont egész jó és kiemelkedő mennyiségekre lehet számítani. Tehát összességében azt mondom, a megyében egy olyan gyenge, közepes termésre azért helyek közel számíthatunk. De nem csak az étkezési alma termesztése jelentős a vármegyében, körülbelül ugyanakkora arányban van jelen a léalma is. A vármegye összes feldolgozó üzemében megkezdődik a napokban ezeknek a felvásárlása. A korai tavasz miatt ugyanis korábban érik be a gyümölcs. Ugye megkezdődött már ilyen 20 nappal korábban a virágzás, ilyen még nem volt tapasztalható, hogy március hónapban már virágzott az alma. Ez most ebbe az esztendőbe besikerült. Természet valamennyit visszahozott ebből, egy olyan 10 napot körülbelül, de attól függetlenül már Jonathan fajták is szeptember 5-10 környékére várható a térésük, illetve azoknak a szedése. És ugyanez a helyzet a többi fajtával is. Mindig az időre a meghatározó.
hiszen annak a termesztése az egyik, hát nem azt mondom, hogy könnyű, de attól függetlenül, de egy termés biztos, a tárolása jó tárolható, megbízható a termésnek a nagysága, és ezért a termelők szeretik is természetesen, de itt vannak azért az újfajták is, a Red Jona Princek, a Starkingnak a különböző klónjai, ugye a Jonagornak a különböző klónjai, ezeket is most már termelik a megyében több helyen. Az új fajták termesztése időnként új technológiákat és új területeket is igényel, és sok korábbi ültetvény felújításra szorul. A növekvő termésmennyiséghez pedig újabb tárolókra és feldolgozó egységekre van szükség. A közös agrárpolitika lehetőséget teremt a hazai agrárium megújításában. Ennek egyik kiemelt területe a kertészet. Számos olyan fejlesztési lehetőséget kínálunk, és meghirdetett pályázati időszakában vagyunk, amely nem csak az alma, hanem a gyümölcstermesztő ágazatnak nyújt megújítási lehetőséget új ültetvények telepítésére, vagy meglévő ültetvények megújítására, akár öntözővel, támrendszerrel, betakarításnak, gépeivel, eszközeivel, és mezőgazdasági erőgéppel, traktorral. Nagyon fontos a megtermelt javaknak a tárolása, annak minőségének megőrzése, és eljutottunk most már oda, hogy nem csak tárolni, hanem azt áruvá kell tudjuk készíteni. Különböző válogató, csomagoló, mosóberendezések beszerzésére nyílik lehetőség támogatásból való megvalósítására. Ezek a pályázati felhívások már megjelentek. A kertészeti ültetvény telepítés pályázatnak a meghirdetés időszaka, amikor kezdődhet ennek a benyújtása, fizikailag megkezdődik elektronikus úton a kéremek benyújtása, szeptember 10-től érhető a gazdálkodók számára, egy 25 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel kerül meghirdetésre. Míg az üveghűtőházak, fóliaborítású növényházak, burgonyatárolók létesítésére szeptember 24-től nyílik lehetőség egy 50 milliárd forintos keretösszeggel. Addig is az almatermesztők bíznak abban, hogy az időjárás már nem szól közbe, és a jelenleg várt almatermést tudják majd szüretelni. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Új műsorral legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!